Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás, ami azt jelenti, hogy megnézzük azt, hogy mi történik pénteken, szombaton, vasárnap, milyen az energia, mi várható. A pénteki nap az bal oldalon látható, és felül a kép mutatja azt, hogy valaki meglátogat téged. A képen egy férfi látható, természetesen ez is lehet, hogy a párod jön hozzád, vagy valaki a családból, de mint mindig a képeknek van szimbolikus jelentése is, és ez a látogató lehet egy nő is. Vagy kinyílik az ajtó, lesz egy új lehetőség, hiszen ez a téma látogat meg téged, ami alul látható. Egy férfi, aki teniszezik, és mellette egy másik férfi, aki jó tanácsokat tud adni. Az lehet, hogy ez a látogató sportos, vagy jó tanácsot ad számodra. Viszont az is lehet, hogy vannak most új lehetőségeid, hogy jelentkezhetsz például egy sportcsoportba, ahol részt veszel, lehet, hogy te is teniszezel. Azon kívül lesz egy kapcsolat valakivel, aki jó tanácsot ad számodra. Tehát ezek a témák kopogtatnak az ajtódon. Persze azt is jelenthetik a kártyák, hogy tényleg meglátogat valaki téged, aki sportol és tanácsot ad, vagy az is lehet, hogy itt két különböző személyről van szó. Az is lehet, hogy találkozol valakikkel egy sport tevékenységnél, és lesz egy meghívás, hogy te látogatsz meg valakit. A szombati nap az középen látható. Felül van a nyeremény, a jólét, pénzbevétel, viszont alul ott van a veszteség. Valaki ellop ebből valamit. Lehet, hogy itt nem konkrétan pénzről van szó, hanem értékekről. Ez lehet például a te időd, vagy az ötleteid, és valaki ellopja, elrabolja ezt tőled, ami téged szomorúvá tesz, és így fogva érzed magadat. Az is lehet, hogy nem tudod kimondani a véleményedet, mert vannak kötöttségek, vagy nem akarsz megbántani senkit, és emiatt érzed magad így fogva, az látható alul bal oldalon, a középső kártyáknál, hogy ott fogva érzed még magadat. Persze a kártyáknak lehet más jelentése is, felül a jó anyagi helyzet, a nyeremény, a bevétel, de benne vagy még egy helyzetben, ahol fogva érzed magad, ez lehet a munkahelyed, mert ott nem érzed jól magadat, vagy lehet egy párkapcsolat, vagy családi kapcsolat, és akkor a veszteség segíteni tud, hiszen a veszteség eltüntetheti ezt a helyzetet. Amikor kilépsz ebből a helyzetből, amikor felszabadultnak érzed magad, amikor végre fellélegezhetsz. Az is lehet, hogy eddig voltak anyagi nehézségek, és nem tudtad azt megvenni, amire vágytál. És ez volt ez a szűkös helyzet, ahol fogva érezted magadat, most a veszteség ezt a helyzetet eltünteti, és végre ott van a pénz, hogy megveheted azt, amit szeretnél. A vasárnapi nap az jobb oldalon látható,
és ott felül van az ellenség, hogy valaki figyelget téged, rossz szándékokkal közeledik hozzád. Alul a szomorúság azt jelenti, ez a helyzet elszomorít téged, de mégis lesz egy jó hír, lesz egy jó fordulat. Az ellenség az lehet az ő környezetében is, az is lehet, hogy jönni akart hozzád, de ott van az ellenség, valaki figyelgeti őt, nem engedi azt meg, hogy hozzád jöjjön, ez, ami elszomorít téged, de lesz egy jó fordulat, mert ott van a jó hír, és akkor sikerülni fog ez a találkozás. Általánosságban azt mondanám a hét végére, hogy valaki meglátogat téged, vagy egy személy, aki sportol és jó tanácsot ad számodra. Az is lehet, hogy kapcsolataid vannak, itt a sport, és ez a tanács játszik egy nagy szerepet. Benne vagy egy helyzetben, ami elszomorít téged, ami miatt fogva érzed magadat, de ez eltűnik. Eltűnik a hamisság is, és akkor lesz egy jó hír, egy jó fordulat, azon kívül lesznek nyeremények, ami lehet az anyagi jólét, vagy valamit birtokodba veszel, ami értékes számodra. Az is lehet, hogy mások értékelnek téged, ezért lesznek ezek a változások, hogy elmúlik végre a szomorúság, elmúlik ez a szűkös helyzet, és lesz egy jó kapcsolat, lesz egy jó hír. Ez a levél lehet egy előnyös szerződés is. De mivel az ellenség azért ott van a közelben, légy kicsit óvatos. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, azt is, hogy mit, hogyan éltél át a hétvégén, vagy mit tervezel hétvégére. És meglátogathatsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!